Szász Attila háromszor nyert magyar bajnokságot és nyert világkupát is. Szinte minden hazai nagydíjban győzedelmeskedett már a mezőhegyesi gyökerekkel rendelkező lovas. Kárló, így hívják ezt a pejheréltet, Colonnado az apja. Nem ez az első Colonnado apaságú ló, amelyet ezen a versenyen, ezen a közvetítésen látunk. Viszonylag hamar jött föl ez a ló ilyen nagy pályára. Mindenféleképpen szüksége van még rutinszerzésre Kárlónak. Emlékezhetünk, nyert magyar bajnokságokat Vulkánnal és Királymezővel. Nézzük a 9-es számú kombinációban. Triple Baron nincs hiba, aztán a meredek is fennmarad, és az Oxer is nagyon-nagyon jól ugrott Kárló. Aztán ismét a meredek ugrás, és a befejező vonal következik. Itt az Oxer, 1-2-3 vágtográs, és a meredek alatt a vizes tálcával. 4 hiba pont Szász Attila. Itt az első ugráson hibázott. Szentirmai Ferenc az idei év magyar bajnoka, és Maja egy Merano apaságú kanca. Láthattuk már a páros sok-sok közvetítésben, illetve Szentirmai Ferencet mindenképpen, de mutattuk már itt a Sporttelevízión Majával is. Nemzetközi versenyeken is lovagolja már ezt a kancát, sőt, Zágrábban nemzetek díja résztvevő ez a páros. Hakamorra lovagolja a szürke kancát. Kétszer nyert magyar bajnokságot Szentirmai Ferenc, 2006-ban Grász Ritterrel, 2007-ben bronzérmes volt Karécsóval, és az idei évben csapatban és egyéniben is győztes Lákon nyergében. Egészen brilliáns lovaglással. Hosszabb időt töltött Németországban, a világ egyik legjobb lovasának istálójában, Markus Eningnél. És természetesen óriási versenyrutinnal rendelkezik. Két akadály van még hátra. Itt az utolsó ugrás, és itt a hibátlan lovaglás. Szentirmai Ferenc és Maja. Nem láttunk még eddig hibátlant, így érthető Szentirmai Ferenc öröme, aki rögtön következik a másik lovával is, Matildal. Ez egy fiatal 7 éves kanca, és ezzel a lóval résztvevő Szentirmai Ferenc a fiatal lovak világbajnokságán, a belgiumi Lanakenben. Karizma 2 ennek a kancának az apja, amely egy holsteini mém volt, és itt fedezett egy ideig Magyarországon. Az anyai nagyapa pedig az az Akción, amely a világ egyik legeredményesebb díjlova volt, Európa-bajnoki bronzérmes Dallos Gyulával. 4 hiba pont. Nem könnyű lovaglású ló, és ez a ló is meglehetősen rövid idő alatt ért fel erre a szintre. Ne felejtsük el, hogy 7 éves lóról van szó, ez pedig egy 150 cm-re kiírt nagy díj. Nézzük, hogy oldja meg a kombinációt, az összetett feladatot. 4 hiba pont az első elemen. Aztán itt jön a vonal. 8 hiba pont Szentirmai Ferenc Matildal, de természetesen örül ennek az eredménynek is. Következik az eredményhirdetés a nagykör versenyszámban, a székesfehérvári nagydíjban. Szentirmai Ferenc lett az első Majával, a második helyen Szász Attila Kárlóval, a harmadik pedig Márki Zoltán Peronnal. Gratulálok a nagykör győzelméhez. Köszönöm szépen. Számítottál erre a győzelemre?
Elvileg nem, mert ez a ló nagyon kevés ideje van nálam, egy 3 hónapja, és ő is nagyon kevés ilyen szintű pályát ment. Hány lovat lovagolsz egyébként? Nagyon sok ló van nálam kiképzés alatt, de naponta egy 10-11 lovat szoktam általában lelovagolni. És min múlik az, hogy meddig marad nálad, illetve hány ló marad nálad versenyezni? A tulajdonosoktól legfőbbképpen, és természetesen attól, hogyha egy ló elér egy olyan szintet, hogy nagyon jól megfizetik, akkor általában oda kell adni, mert a tulajdonosnak is valahol az a célja, hogy a ló, hogyha jól megy és sok pénzt ígérnek érte, akkor oda kell adni. Hogy lehet így elérni az olimpiára? Így nagyon nehezen, ahhoz nagyon jó szponzorok kellenek, akik kibírják várni azt, hogy egy olimpiára elmenjen, és esetleg utána nagyon sok pénzére lenni. Ez volt tehát ez a kitűnő nagydíj Székesfehérváron, a CSM verseny, és előtte persze a kiskörversenyszám. Remélem jól szórakoztak, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra.